Bonaparte Napóleon 1769. augusztus 15-én született Korzika szigetén egy 8 gyermekes család második utódaként. 10 éves korától katonai iskolákban tanult, a párizsi École Militaire-ben végzett hadnagyként 1786-ban. Első komolyabb felbukkanása a forradalom jakobinus korszakában történt 1793. júliusában, amikor a francia hadsereg tüzérségének vezetőjeként leverte a királypártiak toulouse-i felkelését. A sikere nyomán dandártábornokká léptetik elő, ekkor mindössze 24 éves volt. Két évvel később, a jakobinusok bukása után már az új hatalom vezetőjének ismertségi körébe került. Napóleont megbízták 1795. október 4-én egy párizsi royalista lázadás leverésével. Napóleon olyan határozottan és kegyetlenül verte le a lázadókat, hogy a royalisták közül 300 embert ölt meg. Barahálából 5 hónappal később kinevezte Napóleont az akkor még másodrendű itáliai front parancsnokává. Eleinte az északi, rajnai frontok elsőbséget élveztek, de Napóleon változtatott ezen. Sorozatos győzelmeket aratott Montenotte, Lodi, majd Milánó bevételével. Legfőbb győzelme a mantovai osztrákvár bevétele és a Rivoli melletti csata volt. Győzelmei miatt az osztrákok kénytelenek voltak békét kötni Itáliában. Ez volt a Campoformiói béke, melyet 1797. október 17-én kötöttek meg. Ezzel lezárult az első koalíciós háború, mely a franciák győzelmével és a francia ellenes koalíció vereségével zárult, és elkezdődött Franciaország területi gyarapodása. A direktórium Angliát akarta térdre kényszeríteni egyik legfontosabb tengeri támaszpont rendszere Egyiptom bevételével. Baha úgy gondolta, ha Napóleont felkéri a hadjáratra, kettő sikert arathat. Ha Napóleon nyer, akkor nagy csapást mérhetnek Angliára, ha pedig veszít, akkor megszabadulhat egy leendő riválistól. Ugyanis Napóleon a győzelmeket halmozva lassan valóban Baha vetélytársa lett. Napóleon bevette Kairót, ám az Abukirki csatában elvesztette a flottáját. Eközben Itáliában az orosz-osztrákok előretörve visszavették két éve korábbi hódításait. Az azonnali hazatérés mellett döntött, ami igen körülményesnek bizonyult. Flotta nélkül ugyanis egyetlen hajóval, az angolok elől bujkálva, kalandor módon volt kénytelen hazatérni. Hazatérve a hatalomátvétel mellett döntött. Az öttagú direktóriumból 4-en hajlandónak mutatkoztak arra, hogy Napóleon mellé álljanak. Így Napóleonnak esélye volt arra, hogy Baha félreállításával megszerezze a teljhatalmat. Párizsba érve a várakozásoknak megfelelően a direktórium 4 tagja Napóleon mellé állt. Együttesen buktatták meg Bahát, aki félrevonult birtokaira. Ezután már csak az 500-ak tanácsa korlátozta hatalmát, így katonáival szétkergette a forradalom parlamentjét, és kineveztette magát az első francia köztársaság első konzuljává. Első cselekedete az volt, hogy helyrehozza a hadi helyzetet Itáliában. 1800-ban Marengónál legyőzte Ausztriát, és újabb békére kényszerítette a Habsburg birodalmat. Ez volt a Lunéville-i béke, mely 1801-ben köttetett meg. Ezek után nem kezdett új háborúkba, hanem hatalma belső megerősítésére és a rend helyreállítására koncentrált. Korszerűsítette a kormányzást, hatékonyabbá tette a hadvezetést, megerősítette az ország pénzügyi helyzetét, megalapítja a Francia Nemzeti Bankot. Új polgári törvénykönyvével egyszerűsítette a jogrendszert. Ez volt a Kód Napóleon. A Kód Napóleonnal és népszavazással a császárság létrehozását érte el. A nép megszavazta, hogy Napóleon legyen a császár. Napóleont 1804. december 2-án koronázták meg a párizsi Notre-Dame székesegyházban. A pápa is jelen volt a ceremónián, de Napóleon végül kivette a kezéből a koronát és maga tette a saját fejére.
Először Anglia megszállását tervezgette, melyben akadályt jelentett a britek tengeri fölénye. Nelson admirális Trafalgarnál vereséget mért Napóleon flottájára, ezzel végképp bebiztosítódott Anglia tengeri fölénye. Szárazföldi seregével átkelt a Rajnán és Ulm városánál legyőzte az osztrák sereget. A győzelem után bevonult Bécsbe, majd északra fordult Csehország felé, ahol az utolsó nagyobb osztrák-orosz haderő állomásozott. A döntő csata Austerlitz mellett Napóleon győzelmével zárult, így a francia-osztrák béke értelmében Ausztria elvesztette Tirolt, Isztriát, Dalmáciát és Velencét. Ez volt a pozsonyi béke, mely 1805. december 16-án jött létre. Napóleon és a Habsburg birodalom ezután 4 éven keresztül nem háborúzott. Napóleon Poroszország és Spanyolország ellen készült háborúra. Napóleon seregei Jena és Auerstadt mellett ütköztek meg a poroszokkal 1806. október 14-én. A győzelem után könnyen bevonultak Berlinbe október 27-én. A francia sereg a győzelmek után észak felé fordult Kelet-Poroszországba, és egészen az orosz határig vonult, ahol összecsapott az orosz-porosz egyesült koalíciós hadsereggel Friedland mellett 1807. június 14-én. A nagy győzelem miatt első Sándor cár megkötötte a tilszi békét 1807. július 7-én, melyben kényszerszövetségre lépett Napóleonnal. Az 1807-es év Napóleon hatalmának csúcspontja volt, ugyanis békére kényszerítette Ausztriát és Oroszországot, felosztotta Poroszországot és zárlat alatt tartotta Angliát. Napóleon 1808. márciusában vonult be Madridba, de 3 hónappal később felkelés tört ki ellene. Ráadásul angolok érkeztek Portugália felől. Végül az év végére győztek a franciák, de évekig tartó állandó gerilla háborút kellett vívniuk Spanyolországban. Metternich, osztrák kancellár arról értesült, hogy Franciaország válságban van. Ez összekovácsolta a Napóleon elleni 5. koalíciót, mely 1809 tavaszán azonnali támadásba kezdett. A koalíció az első csatát még megnyerte Bécs közelében. Napóleon a vereség után kelet felé szorult, és Győrnél 1809. június 14-én beleütközött a magyar nemesi felkelés csapataiba. A csatát Napóleon megnyerte, sőt, alig egy hónappal később, 1809. július 5-én Bécs mellett döntő győzelmet aratott. Az újabb napóleoni győzelem következménye a Schönbrunni béke volt 1809. október 14-én, melynek értelmében Ausztria elvesztette Galíciát, Salzburgot, és szövetségre kellett lépnie Napóleonnal Oroszország ellen. Napóleon számára 1812-re a legfőbb célpont és meghódítandó terület az orosz birodalom lett. A francia császár úgy hitte, hatalmas hadseregét lehetetlen lesz legyőzni. Napóleon a lelke mélyén egyetlen csatában reménykedett, melyben legyőzheti az egész cári sereget. A 650 ezer fős francia sereg Königsbergből indult 1812. júniusában. Smolensknél augusztus 16-án, majd Borodyinónál szeptember 7-én ütközött meg az oroszokkal. És még szeptemberben bevonult Moszkvába. Egy nappal a bevonulás után tűz keletkezett. Napóleon majdnem egy hónapot várt arra, hogy a cár megadja magát, ám első Sándornak van még egy fegyvere Napóleon ellen. Az orosz tél. A hazafelé vezető úton a francia sereg 40%-a elpusztult. Az oroszországi hadjárat után Napóleon egyre jobban gyengülni kezdett. 1813 áprilisában létrejött a 7. koalíció, másnéven az Orosz-Porosz-Osztrák-Angol-Svéd Szövetség, mely 1813. október 19-én Lipcsénél döntő győzelmet aratott Napóleon ellen. Év végére bevonultak Párizsba. Napóleon lemondott és Elba szigetére vonult számüzetésbe. Franciaország trónjára pedig 18. Lajos került. Napóleon 1815. februárjában megszökött Elbáról, partra szállt Dél-Franciaországban 1815. március 1-én, majd 20 nappal később bevonult Párizsba.
A szövetséges országok törvénytelennek nyilvánították, és 900 ezer fő sereget szerveztek Napóleon ellen. 1815. június 18-án Belgiumban Waterloo mellett végleg legyőzték. A volt császárt Szent Ilona szigetére száműzték, angol őrizet alá. 6 év múlva halt meg, 1821-ben 52 évesen. A hivatalos források szerint rákban, de valójában arzén vagy higanymérgezés okozta a halálát. Európa új nagyhatalmai Anglia, Poroszország, Ausztria és Oroszország lettek.